radiógyártás Magyarországon a nagyjából 20-as években kezdődött olyan szempontból, hogy ma nem katonai használatra szolgált, és nagyjából 40-es években foglalkoztattak a cégek már olyan tervezőt, aki a külsőre is figyelt, tehát megpróbálták egységesre hozni a gombokat, a politúrozást, a faburkolatot, hogy alkalmazkodjon a kornak már a bútorvilágához. Ettől számíthatjuk nagyjából, hogy úgy kerültek be a lakásba a rádiók, mint a berendezés aktív része, mint egy bútordarab végül is. Ez is indokolja, hogy miért került be a bútorgyűjteménybe, de annak ellenére, hogy a 20. század első felében már megjelent a rádió mind a városi, később a falusi házakban is, csak 87-ben került be az első darab, Ország Mária jóvoltából. A rádióval kapcsolatban van egy társadalmi vonatkozás is, ami azt jelentette, hogy mivel nem minden házban volt rádió, csak utcánként egy vagy ismerősi körbe egy, ezért összegyűltek, és a rádiózás ilyen közös alkalom lett, mint például régen a szövésvonás, és akkor együtt körülülve meghallgatták a híreket, esetleg megvitatták. És érdekessége, hogyha megnézzük a hátsó részét, akkor a zsinórját már levágták. Ebből tudhatjuk, hogy amikor a múzeumba bekerült, akkor már egy jó ideje nem lehetett használatban. Ez volt az első műszaki műtárgy a múzeum történetében, amit beletároztak. Ez egy kis néprádió, a tartalmazó doboz, az egy egyszerű politúrozott diófa keret. Ez tulajdonképpen a restaurálás szempontjából az egyszerűbb feladat, mert kap egy tisztítást, egy kis politúrozást. Van egy kis textilrestaurátori rész is, az első borítóját kitisztítani. Ehhez természetesen az kell, hogy darabokra szétszedni a tárgyat, és ki a maga területét lássa el.